Jó napot, kedves nézők! Cetli Balázsék, Dr. Forzsesze megbízásából jelentkezem most be. Ugye eljött az a nap is, hogy költöznünk kell az Európa Ligetből, putér mellől, a Monparkba, Gesszenyecskertbe. És ugye ketten vagyunk a Gergővel, ketten vagyunk a Gergővel, és, és nem értjük azt, hogy hol van a segítség. Ezt a sok mindent, ahogy látják az emberek, ketten kevesek vagyunk összepakolni. Hát te kedves nézők! Plusz még ott van a kisebb sátrak. Azzal nem megyünk sokról életben veletek vagyunk, drukkolunk nektek, hanem kedves magyarok, oda kéne tenni magatokat fizikailag is, segíteni, mi értetek, harcolunk, de az nem úgy működik, hogy mi mindent megteszünk, ti meg csak nézitek az adásokat és osztogatjátok. Ez, ez nem így működik. Bele kell a házba, segíteni kell nekünk a mai nap, legalább itt összezsákolni a cuccokat. Két-három emberre lenne szükség. Itt van valami Gergő is, ott melegszik. És az a lényeg, kedves nézők, hogy eh, eh, már megvannak a sütterzsákok, autót is próbálok szerezni, de kettő ember nem tud eh, sok mindent tenni. Négy napunk van arra, hogy elköltözzünk. Jó lenne, hogyha a kedves nézők, aki tud idejönne segíteni és pakolni. Mert mi nem tudjuk ezt megtenni, ezt a pakolást, ha nem jön segítség négy nap alatt a Gergővel. És mindenkit megkérek arra, hogy aki tud, jöjjön és segítsen nekünk. És az, azok a hírek, hogy például mi forralbort fogunk árulni a jurtában, meg hajléktanszáló, az nem igaz, mivel hogy mi a kötelező Covid vakcinálás ellen tiltakozunk, és azért állítottuk fel a jurtát, hogy magasabb színvonalra emeljük a tüntetésünket. Tehát, e, és megkérjük arra e, a kedves hajléktanokat, hogy ne hozzánk jöjjenek, mert az nem hajléktanszáló, tüntetés. Tehát ezek a hírek teljes mértékben alaptalanok, lesz -e sok minden, ketten kevesek vagyunk. Igaz, Gergő? Mondd el, kedves nézőknek, hogy ide mozgósítani kéne embereket, mert ide ketten kevesek vagyunk. Így van? Hát minden segítség jól jön. Most az másik kérdés, hogy mikor leszünk itt, és mikor nem, mert uh, ugye, szervezés alatt, hogy mikor tud valaki autóval jönni. Mi mikor tudunk itt lenni, mikor a jurtában van, ránk szükség, szóval egyeztetni kell az időpontokat, de jelenleg úgy tudom, hogy estéig itt fogunk pakolni. Így van. Akkor azt még valamit mondani? A legnagyobb munkatanának a sátor lebontása. Hát így a van, munkat, ez, ez a, ez a, a legnagyobb. Munkat, az viszont nem ma, nem ma este. Nem, nem. Pénteken, meg szombaton, vagy vasárnap attól függ, hogy, de ez a három nap biztos bele fog telni ketten is meg tudjuk csinálni, csak az sokkal lassabban történik, mint amennyi időnk van hátra. Így van. Tehát látják, kedves nézők, szükségünk van fizikai segítségre. Tovább nem is szaporítom a szót, a gyertek ide, szükségünk van rátok, azért vagyunk csapat, hogy együtt működjön, és ha szüksége van a csoporttagnak a többiek segítségére, akkor ne hagyjuk cserben. És aki tud, nincs halaszhatatlan teendője, és ráér, az jöjjön. Váljunk tovább az anyagi támogatásokat is, hogy a költözéshez pénz kell, a tojtól WC pénz kell, tehát pénzből tudjuk ezt megvalósítani. Szükségünk van támogatásokra. Most pedig kilépek, mivel hogy pakolnunk kell. Aki tud, és van energiá idejönni, nagyon szépen kérjük, jöjjön ide és segítsen. Osszák a videót, kedves nézők! Mindenkinek minden jót!